A temetést a cég központjában, Helsingborgban rendezték. Aminek egyrészt örültem, mert ezzel a vállalat kifejezte a gondoskodását a volt alkalmazottai iránt. Másrészt bosszankodtam is. Hiszen Rómából, ahol akkoriban dolgoztam, a svéd kisvárosba csak többszöri átszállással tudtam eljutni. Ráadásul az út végső szakaszát vasúton kellett megtennem, holott vonatozni, magam sem értem, hogy miért, világéletemben utáltam. A hőmérséklet kevéssel haladhatta meg a fagypontot, úgyhogy az időjárás nem volt túl baráti hozzánk, de mire 5-6-an összeverődtünk a főkapunál, már az összetartozás érzésének kellemes melege járt át. Én is csak itt vettem meg a sírra szánt pár szál tulipánt, kedvenc virágomat. Fölöslegesnek tartottam volna, hogy Rómából utaztassak meg egy virágcsokrot. Már ne is haragudjatok, én nem költök ilyesmire. Tudjátok, én belül gyászolok. Aha, persze. Én is azt mondanám, ha olyan sóhel lennék, mint te. De fiúk, mégiscsak temetőben vagyunk. Igazad van, főnök, ne haragudj. Rég nem láttalak. Minden oké? Hát persze. És te, Szolborg, hogy viseled? Ne aggódj, főnök, nagy fiú vagyok már. Tudok vigyázni magamra. Nem mondom, hogy nem fogott el valami furcsa, tűnékeny fájdalom, amikor a sírhelyhez értünk, pedig jó előre elhatároztam, hogy erős leszek, és nem hagyom, hogy magával ragadjanak az érzéseim, de nem tudtam parancsolni magamnak. A gyászbeszédet Dambork tartotta. Köszöntelek benneteket, abból az alkalomból, hogy újra együtt vagyunk, és újra itt állunk Helsingborgban, a Keyborg fejlesztő és építő társaság központjában. Valaha együtt indultunk erről a helyről, gyönyörű és felejthetetlen napokat töltve egymás társaságában. És egyúttal nagyon büszkén is, méghozzá annak a tudatában, hogy részesei lehetünk az emberiség történetének egyik legnagyobb technikai vállalkozásának, a kíborgok létrehozásának. Később szétszóródtunk a nagyvilágban. Éltünk, alkottunk, dolgoztunk. S ha sokszor hónapokig nem is tartottuk a kapcsolatot, lélekben sosem feledkeztünk el egymásról. Kedves barátaim! A régi csapatból egyre kevesebben vagyunk már életben. Évről évre, hónapról hónapra egyre többen dőlnek ki közülünk. Kinek kevesebb, kinek több időt szánt a sors. De arra kérlek titeket, hogy emiatt ne csüggedjetek. Mert a fájdalom, amit érzünk az elmúlás miatt, az másfelől az öröm forrása lehet. És ez az öröm az, kedves barátaim, hogy mi sem vagyunk egyformák. Mi sem vagyunk pusztán gépek, amelyeknek megtervezték még a haláluk óráját is. Nem. Mi sem tudhatjuk, hogy mennyi időt szabott nekünk az öröktől fogva létező, teremtő és alkotó erő. És most hozzád szólok, kedves Szolborg barátunk. Amint azt korábban a központból számodra és számunkra is egyaránt jelezték, a te távozásod ideje most jött el. Arra kérlek, vegyél búcsút a barátaidtól, és vegyél búcsút az élettől. Elhatároztam, hogy rövid leszek, mondtam. És elhatároztam azt is, hogy erős leszek. De nem hittem volna, hogy így megrendít majd ez a perc. Fiúk, nagyon szerettelek titeket. És nagyon szerettem élni. Miután az utolsó szavakat kimondtam, a síromra helyeztem a tulipáncsokromat. Előre eldöntöttem ugyanis, hogy az én síromon az én virágom lesz az első. Vagy ezt miért találtam ki? Nem tudom. Talán babonasság volt. Mindig is babonás voltam. Úgy gondoltam hát, hogy az az elázott csokor még szerencsét hozhat. Ezután lemásztam a sírgödörbe, és fázósan húztam össze magamon a kabátot. Utoljára még fel akartam nézni az égre, de az esőfelhőket
már eltakart előlem ez a pillanat.